Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adásában különleges fagyit fogunk kóstolni, de ez csak a műsor végén. Először azonban egy magyar aranykereszt érdemrenddel kitüntetett festőművészt köszöntök a stúdióban, vendégem Ritók Lajos. Jó estét! Jó estét! Hát éppen azt mondtam, amikor megérkeztél, hogy gyakorlatilag annyira sportosan érkeztél, hogy akár összetéveszthetnénk egy futóval, vagy valamilyen sportolóval, de hát úgy gondolom, hogy ez a nyár, a meleg nyár végül is mindenkiből kihozza a sportos fazont, meg hát nem is árt szerintem, hogyha jó kondícióban van valaki, aki nem csak a kezével, a szellemével, a lelkével dolgozik. Azt olvastam, hogy gyakorlatilag az a hitvallásod, hogy számodra olyan a festészet, vagy olyanná szeretnél válni, hogy úgy dolgozhass, mint ahogyan az ember levegőt vesz. Tehát ez egyfajta természetesség, vagy pedig automatizmus? Mi akar ez lenni? Inkább a természetesség igazándiból, ha eljut az ember, hogy azt csinálja, amit szeret csinálni, mikor számoljuk azt, hogy lélegzünk, vagy mikor csinálunk bármit. Ez a legfantasztikusabb dolog, ha az ember a legtermészetesebb módon csinálja azt, amit csinál, főleg ha szereti. Nos, hát azért mégiscsak visszakanyarodok a sportra, hiszen a te életedben a keleti filozófiákkal és a harcművészettel való ismerkedés az lehet, hogy valahol ugyanolyan domináns volt, mint maga a művészet. Aztán hogy történt ez? Hogy ágazott el az út, hogy mégiscsak a festészet mellett tetted le a voksor? Hogy letetted-e egyáltalán teljes értékben? Magát a harci művészetet igen, viszont egész életemben végig fog kísérni, és óriási szerencsém és hálám volt tulajdonképpen az egész folyamatban az, hogy hát eljutottam oda olyan szintekre, hát edzőként is nagyon sokáig nyomtam ezt az ipart, és hát imádtam, próbáltam mindig azt csinálni, amit szeretek csinálni, hallgatok önmagamra, a testem jelzéseire, és hát ez beteríti az egész lelkemet igazándiból, nem csak a fizikai részét, a szellemi részét, van mit tanulni. És közben azért alkottál is már? Tehát... Természetesen, gyerekkorom óta rajzolok, festegetek, átjöttünk Magyarországra, 89-ben még a forradalom előtt, hát és akkor elkezdődött a családi élet. Nem azért szakadt félbe a dolog, hanem mert mások lettek a fókuszpontok teljes mértékben. Félre kellett tenni 15 évre ezt az egész dolgot. A mínusz nulláról kezdeni nem egyszerű. Hát olyannyira nem, hogy úgy gondolom, hogy azért az a rengeteg kiállítás, többek között ez az elismerés, amit ebben az évben márciusban kaptál, ugye az aranykereszt érdemrend, a magyar aranykereszt érdemrend, illetve hát ugye számos magángyűjteményben, tárlaton, rengeteg kiállításon láthatóak a munkáid, azért ez egy nagyon-nagyon szép, és mondhatom azt, hogy nagyon gyors pálya is. De hogy érzed, hogy látod ezt? Az. Igazániból az a félelmetes az egészben, hogy a tudata, hogy egy ilyen kitüntetést kaphattam, én akkor szembesültem ezzel az egésszel, amikor átvettem, hogy háromszoros olimpikonok és egy csomó olyan életműdi tulajdonképpen az egész, és én eléggé... Fiatal vagy még. Igen. Igen. Ez a dologhoz. Hát azért rengeteg munka van e mögött, és hát 5 kontinensen, közel 400 kiállítás, és hát millió munka ebben a történetben. Ha csak azt veszem, hogy több ezer portré úgy készült, hogy nagyon, nagyon kevés művész csinál hasonló mennyiséget és minőséget ebben a történetben. Rengeteg olajkép, pasztel, rézmetszet, tussrajzok, és van egy nagyon komoly női aktsorozatom, ami ha fej mellé tenném, az több mint 10 kilométer hosszú. Bődületes munka van benne, de amire igazándiból nagyon büszke vagyok, az úgynevezett pályát, elért sikerek, lehetőségeknek nevezném inkább, az, hogy kétszer ki tudtam állítani a Párizs Louvre-ba, és hát egyszer Rembrandt-tal is ki voltak állítva a munkáim, hát az olyan, mint egy keresztény találkozna Istennel.
ilyen döbbenetes a dolog. Nagyon nagy szerencse kell hozzá, mert rengeteg nagyon jó tehetséges ember van, és nagyon kevés lehetőségük van. Nekem is ugyanolyan kevés van, csak nekem van egy kis szerencsém is. Nem ezért csinálom, teszem a dolgomat, aztán majd látjuk. Azt gondolom, hogy ezek a sikerek, ezek folyamatosan feltöltenek újabb és újabb energiával, ami nyilván tovább görget ezen a nagyon szép pályán. Van olyan, hogy mondjuk nem jön az ihlet, és ez az energia mégiscsak tovább visz, vagy kell, hogy mindig legyen egy ilyen áldás odafentről, amitől igazán az a kép születik meg a vászlon, amit látni szeretnél? Ez nem egy futószalag sajnos, de mindenképpen úgy működik a történet, hogyha van az a bizonyos. Hát sokféleképpen lehet ezt elnevezni, de a legnagyobb része az, hogy az életünket úgy kell beállítani, hogy fogadóképesek legyünk bizonyos dolgokra. És hát a legnagyobb kihívás az, hogy amikor ott van és kopogtat ez a történet, akkor nem elherdálni sem a figyelmünket, sem az életünket, hanem ráhangolódni erre a dologra. A gond az, amikor 3-4 ilyen impulzus jön, és akkor azt se tudom, hogy melyiknek fogjak neki, és jönnek a gondok önmagammal szemben. Ez hány órás munkát jelent a te életedben? Mert ahogy elmondtad ezeket a bődületes számokat, tehát ez szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen minőségű képek születnek meg, és ilyen mennyiségben. Hát ez napi 6-8-12 óra minimum minden nap. Nincs szombat, nincs vasárnap. Hát, hogy jól éreztem, ehhez kell a fizikum. Hát... is. Az eszenciája mindennek az, hogy szeressed, amit csinálsz, és ha valóban szereted, akkor ez nem olyan. Csak azon veszed észre, hogy fáj a hátad, fáj az, teszel róla, hogy később ne fájjon. De van attól jobb dolog az életben, ha azt csináltod, amit szeretsz csinálni. Ez a legtöbb. Június 1-én nyílt egy kiállításod, mégpedig itt, az Andrássy kastélyban, Tiszadobon, úgyhogy most nekünk, megyeieknek is lesz szerencsénk, és megnézhetjük gyakorlatilag ugye test közelből, amiket alkottál. Milyen képeket hoztál ide Tiszadobra? Hoztam grafikánkat is, és olajképeket is. Pazar a kastély, pazar a tere, hihetetlen rezgése van minden egyes négyzetcentiméternek, és végre vannak olyan falfedletek, ahol nagyobb méretű képeket is ki lehetett tenni, 2x1,5 méteresek, 2x2 métereseket, nagyon ritkán van erre lehetőség, és hát nagyon-nagyon-nagyon befogadóak, nagyon hihetetlen szép az egész történet, 5-6 méteres belmagasságok, végre ki lehet állítani olyan terekbe, ahol most igazán élni kezdenek ezek a képek, gondolom. Igen. Meddig láthatjuk a kiállítást? December végéig lehet megtekinteni, és hát akit érdekel, és tud dobni egy őszinte véleményt róla, az nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen. És további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Azt az energiát, ami hozzásegít ezeknek a gyönyörű alkotásoknak az elkészítéséhez. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a kiállítást akár a pünkösdi hosszú hétvégén is megnézhetik, de hogy miről is szól igazából a pünkösd, az a következő percekből kiderül. Itt a pünkösdi hosszú hétvége, ez nagyon sokaknak ugye arról szól, hogy elmennek kirándulni, egy kicsit kikapcsolódni, de valójában mit jelent a pünkösd? A pünkösd az egy egyházi ünnep, hiszen hosszú-hosszú évszázadok óta ünnepeljük, és tulajdonképpen ez a húsvétnak a befejező időpontja. Ez húsvét után 50 nappal van, és a neve is innen származik, ebből a görög pentakosz szóból a pünkösd szó, és ez az Úr Jézus mennybe menetelét jelzi, és jelenti ez az ünnep, és a katolikus vidékeken ilyenkor földíszítik a templomot az ünnep tiszteletére, és virágokat,
zöld ágakat visznek be, és ebből egy-egy pici ágat letörnek a mise után, vagy pedig egy-egy levelet elvisznek, de ez lehet diólevél, vagy hát bármi, amit így a környezetükben megtalálnak, és ezt szentelményként használták. A református vidékeken ilyenkor a lányok pünköst hajnalán elmennek megmosakodni a Tiszára, a folyóra, ez a szatmári beregi területen volt valamikor szokásban, hogy egészségesek legyenek, vagy azért, hogy hajnalban tiszta vízben megmossák az arcukat, hogy a szeplő elkerülje őket, hiszen a lányoknál azért nagyon fontos, hogy hogy néz ki a valaki. És ehhez a naphoz, illetve ehhez az ünnephez kapcsolódik a pünkösdi király választás. Van is egy szólás, hogyha valami olyan nagyon rövid ideig tart, hogy na ez addig tartott, hogy ez csak egy pünkösdi királyság volt, hiszen ezen a napon ügyességi feladatokat, rakamazon kifejezetten lovas ügyességi feladatokat kellett megoldania annak a legénynek, aki erre a címre pályázott, és aki a legügyesebb volt, ő lett a pünkösdi király. De ezen a vidéken, itt a nyírségben, most egy picit inkább erről beszélnék, hogy a mavagyonolásnak nevezték a pünkösdi királyné járást. Ez onnan származik, hogy ilyenkor elénekelték, hogy mavagyon, piros pünkös napja, és ezt a szokást is ezzel azonosították, vagy így nevezték el a nyírség középső részein. Fiatal lányok, 5-6 lány járt házról házra, és az ünnephez kapcsolódó éneket énekelt, és úgy mentek, hogy mindig volt egy pünkösdi királyné is velük, egy kis királyné, egy kisebb gyerek, akit szép fehér ruhába fölöltöztettek, és az arcát pedig fátyollal, vagy kendővel, kinek, vagy hogy mit találtak otthon, letakarták, és akkor, amikor ezt a Mavagyon című dalt elénekelték, akkor utána föllebbentették róla a fátylat, és a végén pedig a háziak, vagy pénzt, vagy valamilyen süteményt adtak számukra. Ezek nagyon összetett hagyományok, és nagyon régre nyúlnak vissza, ugye, mind az egyháznál, mind a hétköznapi embereknél. Ezek közül a hagyományok közül mi az, ami esetleg a mai napig él és aktív? A májusfának a kitáncoltatása is ilyenkor volt, hiszen május 1-én ugye ez a majálisnak a szokásához hozzá tartozott, és hát talán ma is gyakorolják ezt a szokást, hogy fát, májusfát állítanak annak a lánynak a háza elé, ahol vőlegény van, vagy komoly udvarló van, és hogy ezzel is kifejezve ezt a átmeneti állapotot a lányok életében. Tehát ami azt jelzi, hogy komoly udvarlója van. Ez ma is látok ilyen földíszített fákat május 1-én, és ezt ilyenkor elteszik, lebontják és elrakják. Tehát ez a májusfának a kitáncoltatása ezt jelzi. Hát a mavagyonolás szokása az már nem nagyon van meg, és esetleg hallottam olyanról, illetve hallottam arról, hogy vannak olyan vidékek, akik ezt a pünkösdi király választásnak a szokását, vagy van olyan település, amelyik föleleveníti ezen a napon, és ilyen lovas ügyességi játékokat ilyenkor az dönti el, hogy ki a legügyesebb és ki lesz a pünkösdi király. Hát illetve nyilván az a része, amikor misére mennek, templomba mennek az emberek, és tehát a pünkösdöt ünneplik, tehát az egyházi szertartásokat megtartják. Sok település ilyenkor akár egész fesztiválokat is felhúz a pünkösdre, és ugye itt is megjelenik az, amit mondtál, hogy azért valamennyire próbálják visszaidézni a régi időket. Ezek mennyire tudnak hitelesek lenni? Ez változó, igazából nem szoktak bennünket megkeresni néprajzos szakembereket, hogy akkor, amikor fölelevenítenek egy ilyen játékot, egy ilyen szokást, hogy akkor ezek mennyire megfelelőek, és de ha minket megkeresnek, akkor nagyon szívesen adjuk hozzá azokat az ismereteket, információkat, amik a
rendelkezésünkre állnak. És még egy dolgot felejtettem el említeni, pünköst hétfőn bálokat is szoktak tartani, tehát ez is hozzátartozott a pünkösdi szokásokhoz, hogy tehát mulatságokat tartottak. És a lányok, a kamaszlányok, vagy a nagyobb lányok, és a fiúk is ilyenkor a faluból összefogózkodva kimentek a falu széli ligetre, mezőre, füves területre, vagy füves fás területre, és ott ők egész nap szórakoztak. A mai fiatalok mennyire vannak tisztában a pünkösdi hagyományokkal szerinted? Lehet, hogy a népszokás részével már kevésbé, de azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik valamilyen egyházi iskolába járnak, vagy azok a fiatalok, akiknek a szülői hátterük ilyen jellegű, biztosan, hogy tudják, hogy ez milyen ünnep és miről szól, és ezek a kicsit a kereszténység előtti időszakra visszanyúló elemek, azok én úgy érzékelem, hogy lassan-lassan, tehát hogy kikoptak a szokásokból. Legfeljebb fölelevenítve élhetik újra. Pünkösd utáni hétvége is tartogat izgalmas programokat Vásárosnaményban, ahol ismét lesz Zoárd napi sokadalom. Vendégünk a város polgármestere, Filip Sándor. Jó estét! Jó estét kívánok! Polgármester úr, hát gyakorlatilag ugye a 40 éves várost ünneplitek, úgy gondolom, hogy nem csak ezen a hétvégén, június 14, 15 és 16-án, hanem gyakorlatilag azért az egész év már ennek az égisze alatt, ennek az ünnepnek a jegyében telik. Hát bízunk benne, hogy ez a klassz nyári hétvége ez a jövő hétvégén is így lesz, hiszen egy fantasztikus programkavalkáddal készültek. Óriás plakátok, kisebb plakátok, mindenféle sajtóanyag, úgy gondolom, hogy jó pár hónap megelőzte ezt a hétvégi bulit. Így van, köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőjét. Elmondhatjuk azt, hogy tavaly, amikor véget ért a Zoárd napi sokadalom, a kis csapat, a kis profi összeállt kis csapatunk már elkezdte szervezni az idejét, és nem volt egyszerű, hiszen éreztük azt, hogy mozdulnunk kell, és a július elejé időponta kicsikét előrébb kell jönnünk, és legyen egy ilyen nyár indító fesztivál a Zoárd napi sokadalom. Épp ezért kapcsolódtunk a ballagáshoz, hiszen nagyon sok általános iskolában szombaton lesz a ballagás, van, ahol már pénteken, de információink szerint odahaza is szombaton lesz a ballagás. Így a családok, a szülők este, amikor már mindenen túl vannak, lelátogathatnak majd a Zoárd napi sokadalomba, de kezdjük az elején. Ugye június 14-e és 16-a között kerül megrendezésre idén a Zoárd napi sokadalom rendezvényünk. Ahogy az elején számogattunk, ha jól számoltam, ez már a 9. igazi Tesco szám, úgyhogy jövőre már készülhetünk a 10-re. Idén mindent a 40 éves városra építettünk föl, és valóban a kérdésben is benne volt a válasz, ezért nagyon jó kérdés volt, hiszen úgy terveztük el, hogy nem csak egy programot szeretnénk a 40 év kapcsán az ünneplésre szánni, hanem minden héten van legalább 2-3 olyan rendezvényünk, amikor emlékezünk arra, hogy mi történt az elmúlt 40 esztendőben Vásárosnaményban, a Bereg szívében, mi az, ami még előttünk áll, milyen feladataink vannak, és egyáltalán kiknek köszönhetjük ezt. Na most, ha a háromnapos programot tekintjük, akkor az első nap, a pénteki nap, ugye a hagyományok napja. Ekkor IASZ bemutatóra kerül sor, aztán Zoárd kapitány és Árpád vezér ellátogat ismét városunkba. A hagyományokkal foglalkozunk, tiszteljük a múltunkat, és este pedig egy olyan művészünk lesz fellépőként Pápa Jöci személyében, aki pontosan ezt megelőzően egy hónappal ezelőtt Eurovíziós Dalfesztiválon vett részt. Egy biztos tőlünk tovább fog jutni, mindenki ezért szurkol majd, de a néptánc sem maradhat el a városi rendezvény megnyitójáról, a nyitó rendezvényünkről, hiszen nagyon komolyat lépett Vásárosnamény a néptánc megszerettetése terén. Egyre több fiatal gyermekünk, kicsi gyerekek kezdtek el táncolni, köszönhető ez az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának és Tigor Krisztián tanárúnak, akik szintén lehetőséget kapnak majd az első estén. Majd Pápa Jócit követően a tüzes íjászok mutatják be, hogy milyen képes egy nyilvessző este, amikor világít is, úgyhogy mindenképpen egy szép estét szeretnénk zárni az első napon, majd másnap reggel a ballagásokat követően
különböző programok kerül sor, sőt, már ezzel párhuzamosan is. És 7 órakor gyakorlatilag itt megfújjátok a riadót, a horgászoknak legalábbis, ha jól látom. Így van, szépen csendben fogjuk majd fújni, és a Kraszna most már visszaállt a helyére, a horgászok pedig elkezdhetik a versenyüket. Persze velük párhuzamosan már a halászléfőző verseny is kezdetét veszi, és ezen napon a családokat látjuk nagy-nagy örömmel, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sokan fiatalok már erre az időpontra teszik a hazalátogatás idejét is, amikor tudják, hogy vásáros nami van zuhárnapi sokadalom, akkor jönnek a szülőket, nagyszülőket meglátogatni, hazajönnek meg, és hozzák magukkal a gyermekeiket is, tehát egy igazi tartalmas programmal készültünk. Nyilván az est fénypontja a Kowalski meg a Vega lesz, de azért említsük meg mindenképpen a nyíregyházi kötődési Karmapirin zenekart is, mint ahogy az első napon mindenképpen Kovács Nóri neve is el kell, hogy hangozik, hiszen nagyon sokan szeretik és tisztelik őt. A Kowalski meg a Vega fergeteges koncerttel készült az elmúlt időszakban, és tartott egy nagyon komoly koncertet az Záhonyban is, ha jól hallottam, több mint 5000 részvevővel. Nos, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, nagyon sokan lesznek vásáros nagyban is a két hídunk között, hiszen ugye a szlogenünk az az, hogy híd, hagyomány és szórakozás között, ilyenkor mindenki egy kicsit kikapcsolódik, feltöltődik. A zenekar remélhetőleg nagyon komoly és színvonalas koncertje után pedig hagyományosan a mécses úszatásra kerül sor a Krasznán. A Krasznak egyes volt hozzánk, hiszen elkezdett visszamenni a medrébe, aminek nagyon örülünk, és azáltal nem kell más helyszínben gondolkodnunk idén sem, hanem itt ezen a helyszínen valósul meg minden. Ugye a nagy színpad és egy romkocsmában tulajdonképpen a kis színpadon is zajlanak az események. Hát miután itt a gyökerektől elindulunk a családok és a néptánc keresztül egészen a legnagyobb nevekig. A vasárnap már inkább talán egy picit a levezetés, a sporttal, lehet ezt mondani? Igen, egy komoly felvezetés után majd beindul a levezetés is. A romkocsmára visszatérve egy olyan dologhoz nyúltunk hozzá, ami rájöttünk, hogy tartalmasabbá és színesebbé teszi a programot, ugyanis a zenekari beállások előtt szerettünk volna programokkal szórakoztatni a hozzánk érkezőket, épp ezért a helyi vállalkozóktól kölcsönkértük a régi Áfész udvart, nagyon sok ismerik Vásárosnaményban, de hogy tovább ragozom, a régi Csipke udvarán. Innen kezdve számtalan programra itt is sor kerül, kicsiknek, nagyoknak, Kovács Fruzsit lép majd föl, stand-uposok érkeznek hozzánk, és mindenki kellemesen feltöltődhet itt, mert szerintem itt éjszakában nyúló programok is lesznek. Ugyanakkor a vasárnapi napon a zuhárnapi fogadhajtó versenyre is sor kerül, illetve amatőr kerékpáros versenyre is, több mint 200 kerékpárost várunk, hiszen Vásárosnamény kerékpáros barát település is. Hát, kedves polgármester úr, én úgy gondolom, hogy engem mindenképpen meggyőztél, úgyhogy köszönjük szépen, és boldog születésnapot kívánunk valamennyi városlakónak, de hogyha a kedves nézőknek ehhez még nem lett volna elég, hogy fölcsigázzuk önöket, akkor nézzük meg a tavalyi zuhárnapi sokadalom összefoglalóját.
Kedves nézőink, nem sokára folytatjuk a Weekend második részével, színházzal, egy különleges futással és a már ígért fagylalt kóstolással. Maradjanak velünk!